A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban foglalkozunk a 15 éves Fehérvári Tűzoltó Egyesülettel, és fókuszba kerülnek a gyerekek. Jártunk gyermeknapi programokon is, de mindezek előtt nézzük meg, hogy milyen volt a székesfehérvári pünkösdi virágálom. Idén is elreptették a galambokat a pünkösdi virágálom nyitó ünnepségén a V61 Alba Régia Galamb és Kisállattenyésztők Egyesületének közreműködésével. Emellett pedig, ahogy ilyenkor megszokott, szebbnél szebb virágkompozíciókkal találkozhattak a belvárosba látogatók. A megálmodott kis művészi alkotásokat talán így is nevezhették, az, amit elkészítettek, gyönyörű virágokból, és igazán színes a belváros, ahogy egyébként maga a pünkösd ünnepe is gyönyörű, és én azt is kívánom mindenkinek, hogy legyen szeretetteljes és legyen áldott ez az ünnep. Az egynyáriak mellett számos egzotikus virág is díszítette az épületeket. A ma aktuális természetben is megtalálható virágokat, elsősorban van még pünkösdi rózsa is, de a trópusi virágok is megjelentek, orchideák, streléciák, nagyon sok mindent láttunk itt a főtéren és környéken. A virágkötő szakember elmondta azt is, az időjárástól függően ezek a növények nem csak ünnepkor, hanem akár jóval tovább is ékes díszei lehetnek Székesfehérvárnak. Egy nagyon rizikos növény van, a szarkaláb, az évelő szarkaláb, amelyik a nap hatására most már kicsit kókad, de gyönyörű színvilágban található, úgyhogy érdemes megnézni. Aki pedig a belvárosban járt, nem csak gyönyörködhetett az alkotásokban, meg is vásárolhatta azokat, ugyanis idén is megtartották a virág árverést. Az itt befolyt összeget pedig támogatásra ajánlotta fel a város. Idén a székesfehérvári csecsemő és gyerekosztály fogja megkapni ezt a pénzösszeget. Nagyon érdekes téma szokott ez mindig lenni. Nagyon lelkes úri emberek szoktak licitálni a virágokra. Ilyenkor mindig arra törekszünk mi virágosok, hogy nagyon érdekes, különleges virágkompozíciók, és jó sok virággal megrakjuk a csokrokat. És azért hozzá kell tennem, hogy azért ez nem virágüzleti áron szokott elkelni, hanem jóval alacsonyabban szokott indulni a licit, és nagyon kedvező ez a úri emberek részére, hogy megvásárolják a kedvesüknek. Horváth Ildikó úgy vélekedik, minden virágos a legjobbat próbálja kihozni magából ilyenkor is, hogy a legszebb munkák kerüljenek ki a kezeik közül. Mindenki nagyon odafigyelt arra, hogy jó sok színes virág legyen, tekintettel a pünkösdi ünnepre, és tekintettel az eljövendő gyereknapra is, és hogy ez vonzó legyen a családok számára, hogy végig sétálhassanak a belvárosba, és örömüket lejjék benne. Nagyon-nagyon sok virág. Én ahogy elnéztem a kompozíciókat, az elkészült munkákat, hát több száz szál virág van egy-egy munkában, és ezeket az épületeket igazából a monumentális nagysága miatt, mindenképpen a köztéri szobrokat is, mindenképpen úgy érdemes, és úgy tudjuk jól bedíszíteni és látványossá tenni, hogyha nagyon sok virággal dolgozunk. És ez a kérés is volt, hogy sok vágott virág kerüljön bele. Ezen kívül pedig vannak olyan köztéri elemrészek, amiket úgy díszítettek virágosok, virágüzletek, hogy cserepes virágokkal, egynyári cserepes virágokkal. Ez pedig azért is, hogy azt is népszerűsítsük, hogy nem csak a vágott virág, hanem a cserepes virágoknak a felhozatal is nagyon nagy színkavalkádot tud okozni. És ezekkel nagyon jól tudnak együttműködni ezek a köztéri helyek. A virágkötő mesterek ebben az esztendőben 6 helyszínen alkottak. Az országalma, a városháza, a díszudvar és a püspöki palota kapuja mellett, a Török útnál és a Szent István Király Múzeumrendház épülete elé is készültek kompozíciók. Már
Május utolsó vasárnapján ismét a gyermekek vették birtokba a fehérvári belvárost. A 7-7 játékfesztivál keretében számos színes és érdekes program várta a családokat. Ugyanezen a napon ismét kinyíltak a fehérvári tűzoltó laktanya kapui gyermeknap alkalmából, hogy feledhetetlen élményt adjanak a családoknak. Mókáztak a gólyalábasok, az utcai játékelemek között pedig régi ismerősökkel és újdonságokkal is találkozhattak a legkisebbek fesztiváljának látogatói. A belváros már kora délelőtt megtelt családokkal, apróságokkal, akik birtokba vehették a legkülönfélébb játékokat. A 7-7 játékfesztivál hosszú évek óta az egyik legkedveltebb városi program. Játékfesztiválra minden évben kijövünk, 3 éve, azóta van gyerek. Tavaly rossz idő volt, de nagyon élveztek, nem tartotta vissza a nagyot semmi. Úgyhogy jó volt, szeretjük nagyon. A 7-7 játék múzeumot és fesztivált megnyitjuk. A fesztivál megnyitóján a város polgármestere köszöntötte a családokat, a Tolnai utcai óvoda két óvisa pedig jelképesen átvette a város által a végzős óvodásoknak ajándékozott kiadványt. Cserpalkovics András örömét fejezte ki, hogy egy napra a gyereksereg elfoglalta a belvárost. Nagyjából 50 különböző játékkal várjuk az érdeklődőket, akik már meg is töltötték a városházteret, emellett egy hét próbaállomásokkal is várjuk, ahol pedig egy lovacskának kell segítenie, hogy ne szökjön meg a játék múzeumból, hanem megtalálja azt, hogy neki igenis van helye itt Székesfehérváron a 7-7 játék múzeumban, és hogy itt maradjon. És a gyerekek ehhez kapcsolódóan kapnak különböző feladatokat, hogy gyógyszert kell neki készíteni, vagy éppen kis ajándékot vinni, és ha mindent összegyűjtenek, akkor pedig kis meglepetésben is részesülnek. A 7-7 játékfesztivál ebben az évben csak egynapos volt, de reggeltől egészen estig rengeteg játék és színvonalas műsor várta a családokat. A közkedvelt hét próba sem maradhatott el, idén egy lovacska történetét ismerhették meg a gyerekek. A nap folyamán számos színes program, bábelőadás és kézműves vásár is a belvárosba csalogatta a látogatókat. Ez pedig már a fehérvári tűzoltóság, ahol ismét megrendezték a Nyitott szertárkapuk című kedvelt nyílt napot gyermeknap alkalmából. A kicsik megismerkedhettek a felszerelésekkel, valamint próbariasztásokon keresztül nyerhettek bepillantást a tűzoltók munkájába. Apa felemelt a csőre, és aztán lecsúsztam, és a tűzoltóban láttam egy bukósisakot. De nem csak a kicsik találkozhattak a tűzoltó laktanyában érdekességekkel. Minden órában próbariasztást tartunk, bemutatjuk, hogy milyen az, hogyha egy balesethez vagy egy tűzesethez igyekeznek a tűzoltók, hogyan csúsznak le a csúszott csövön, gyorsan felöltöznek, beugranak a tűzoltóautóba, és már szirénázva indulnak ki. Ez tartalmazza a próbariasztás. És hát érdekes, izgalmas programot kínál a Nyitott szertárkapuk a felnőtteknek is, hiszen a tűzoltók szakfelszereléseit is bemutatják a kollégák. Bizonyos mértékig ki is lehet próbálni ezeket az eszközöket. Fehérvár megyében a Székesfehérvári mellett a Sárbogárdi hivatásos tűzoltóságot, valamint a Pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrsöt kereshették fel a gyerekek szüleikkel, kísérőikkel. Tizenöt éves a Fehérvári Tűzoltó Egyesület. Ennek apropóján hívtam a stúdióba Koppen Viktor Dávidot, az elnökét az egyesületnek. Szeretettel köszöntelek. Én is köszöntöm a nézőket, szervusz. Hát a közelmúltban, ha jól emlékszem, május 15-én volt egy nagyszabású ünnepség, aminek kapcsán ugye kettős ünnep is volt, ezt majd meséld el, kérlek te. De a lényeg az, hogy 15 éves ez az egyesület, ami hát a semmiből jött létre, és ma már azért hát elég nagy dolgokat visztek véghez. Erről fogunk most beszélgetni. Picit mesélj itt az elején nekünk erről az ünnepségről. Aki mondjuk nézte a híradónkat, az láthatta, hogy tényleg egy nagyszabású rendezvény volt. Hogy nézett ez ki? Valóban egy kettős ünnepséget tarthatunk, és lehetőséget kaptunk, hogy Székesfehérvár Városházának dísztermében tarthattuk ezt az ünnepséget, és idén 150 éves a szervezett Székesfehérvári Tűzoltóság. Ez azt jelenti, hogy 1873-ban akkor még önkéntes mentő és tűzoltó egyesület alakult, ugye akkor még a mentőkkel külön, hát aztán ők is azóta külön állami szervként dolgoznak, és most Magyarországon ugye a katasztrófavédelem által üzemeltetik a tűzoltóságokat, de hát 150 éves története van ennek itt Fehérváron, és idén pedig a Fehérvári Tűzoltó Egyesület, az pedig 15 éves évfordulóját ülte, úgyhogy ez egy szép nap volt, tűzoltó hagyományoknak megfelelően meghívtuk a környékbeli tűzoltóságok képviselőit, akik szép számmal eljöttek, ünnepség végén pedig egy tűzoltóautós felvonulással a belvároson keresztül mentünk át a
Dávid utca sarkára a Szent Flórián szoborhoz, ugye ott volt régen az 1873-as alapítás óta a tűzoltó laktanya, és ott pedig egy koszorút helyeztünk el, úgyhogy nagyon örülünk, hogy eljöttek Isztimérről, Vértes Bogláról, Polgárdiból, Sárszent Mihályról, Seregélyesről önkéntes tűzoltó bajtársaink, és velünk ünnepeltek, és hát természetesen az ünnepségről nem hiányozhattak a német testvérvárosunk Schwäbisch-Gmünd tűzoltóságának képviselői is, hiszen az elmúlt 15 évben azért tőlük nagyon sok olyan támogatást kaptunk eszközökben, tűzoltóautókban, mindenféle tűzoltó szakfejlesztésben, hogy enélkül nem is nagyon tudnánk végezni a munkánkat. Ez egyébként, ez a fajta segítség, ez a testvérvárosi kapcsolatunknak köszönhető? Így van, ugye 2 évvel ezelőtt Fehérvár és a német városunk testvérvárosi kapcsolatok 30 éves fennállását ünnepelte, és 30 évvel ezelőtt nem sokkal később megalakult a két tűzoltóság között, és akkor még Székesfehérváron önkormányzati tűzoltóságként működött a tűzoltóság, és hát jövőre annak is már 30 éves évforduló lesz, és hát amióta 2012-ben állami felügyet alá került a tűzoltóság, azóta mi a Fehérvári Tűzoltó Egyeset ápoljuk ezt a kapcsolatot, és hát azóta kötöttünk is szorosabb barátságot a német tűzoltóparancsnoksággal. Ez az eszközbeszerzésen túl egyébként még mit jelent? Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a tűzoltóinkat és a tűzoltó szakfelszerelésünk nagy részét ezt tőlük kaptuk. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon és Németországban azonos szabvány szerint tűzoltó eszközöket lehet használni. Ez azért volt nagy segítség nekünk, mert hiszen nekünk nem beruházni kellett erre az eszközökre, hanem az egyéb bevételeinket fordíthattuk más fejlesztésekre, illetve a működési költségünkre. Tehát tulajdonképpen ők abban segítettek minket már az induláskor, hogy el tudtuk kezdeni az önkéntes tűzoltói munkát, és azóta is ezeket az eszközöket használjuk. Na, beszéljünk egy kicsit akkor a ti történetetekről. 15 év azért az nem kis idő. Én emlékszem, hogy annak idején, amikor mi még a Jókai utcában dolgoztunk, akkor az volt ugye a székházunk, és veled például, most szerintem egy picit lehet a személyes múltra is visszatekinteni, veled, mint fotoriporter találkoztam, és nagyon sok fotód kapcsán, meg hát ugye újságírói berkekben találkoztunk, hogy egyszerűen hirtelen egy ilyen nagy váltásként láttam, hogy úgy belecsöppentél a tűzoltói életbe, de ez csak amit én kívülről láttam. Ez hogy jött neked? Sok ilyen eseményen fotóztál? Igen, tulajdonképpen a fotózásnak köszönhető, ugye ezt erről talán többször is beszéltünk, hiszen mi ismerjük egymást régen így kollégaként. Én 14 évet töltöttem sajtófotós pályafutásomon, ahol nagyon hálás vagyok ezért a majdnem másfél évtizedért, és engem végigkísért valahogy mindig a tűzoltóság és az egyéb ilyen mentőszervezeteknek a fotózása, hiszen már a fotós iskolában is a vizsgamunkámat tűzoltókról készítettem, ez egy véletlen volt, egyébként nem nagyon volt más ötletem vagy lehetőségem, de aztán mindig ez végigkísért, és hát aztán úgy alakult az élet, hogy én azóta már tűzvédelmi végzettséggel is rendelkezem, tűzvédelemmel foglalkozom, mint a munkámat tekint, és mellette ugyanúgy az önkéntes tűzoltóságot, hát most már jó pár éve részt veszek benne és vezetem. Uh-huh. És maga ez az egész hogy indult? Honnan verbúválódott? Ez 2008-ban, akkor még önkormányzati tűzoltóságon gondolták úgy, hogy szeretnének létrehozni egy olyan szervezetet, amit tűzoltóknak a nyújt segítséget esetleg abban, hogy a tűzoltó munka mellett az ott lévő tűzoltók ne csak ácsnak, kőművesnek menjenek el másodállásba, hiszen azért egy ilyen szervezetben jellemző, hogy mindig másodállásra is szükség van, hanem valahogy tűzoltó munkát tudjanak akkor is végezni, és egyfajta ilyen összekötő közösség formája szerepe is. Aztán az egy pár éves elején, 2008-tól kezdve pár évig való útkeresés után, aztán egy elnökségváltás követően úgy gondoltuk, hogy meg kell alapítani majd Fehérváron is az önkéntes tűzoltó mozgalmat is, az önkéntes tűzoltóságot. Ez azt jelenti, ugye, hogy nagyjából olyan csináljuk, mint a hivatásos tűzoltók, csak itt mindenki a szabad ideje terhére, fizetség nélkül. Ez nem felt hány torgatásra, hanem igazából ezt önként teszi mindenki és örömmel. Ugye egy kicsit speciális helyzetben vagyunk itt Fehérváron, egy ekkora nagyvárosban, mint egy vidéki településen lévő önkéntes tűzoltó egyeset, hiszen ott az a jellemző, hogy az mindig messze van egy tűzoltóparancsnokságtól, hogy idő mire kiérnek a hivatásos tűzoltók, és az ott lévő önkéntes tűzoltók általában otthon vannak, azonnal pár percen belül el tudják kezdeni az életmentést, a tűzoltás baleseteknél a mentést. Nálunk ez egy kicsit fordítva, itt az ország egyik legnagyobb tűzoltóparancsnoksága, nyilván nem fogunk velük versenyezni itt Fehérváron, hogy kiér odaelőbb. Nekünk létjogosultságunk inkább akkor van, amikor a fehérvári hivatásos tűzoltók a megye egyéb más pontjain a működési területekön belül valahol dolgoznak hosszú távú elhúzódó munkákkal, és akkor tudunk itt milyen fehérvári berkeken belül segítséget nyújtani, illetve kicsit a tűzbiztonságot erősíteni, illetve nem adtuk fel a alapításkori célunkat sem, hiszen azért az egyeset húzamosabb időn keresztül is már tette és jelenleg is szervezze azokat a lehetőséget, hogy
olyan tűzoltó munkákat tudjunk rendezvénybiztosítások során. Volt olyan, hogy az egyik nagy autóipari gyártócégnek létesítményi tűzoltóságot üzemeltettünk. Itt azért rendszeresen tudunk és tudtunk jövedelmet biztosítani fehérvári tűzoltó családoknak. Úgyhogy ez is egy fontos célkitűzés az Egyesületnek, és nem utolsó sorban én arra is büszke vagyok, hogy egy jelentős tűzvédelmi munkát is, tűzmegelőzési munkát is elkezdhettünk, aminek én azt gondolom, még csak az elején járunk. Ugye ebben is találkoztunk már többször is a tudósító esetekon keresztül a nézőkkel, ahol itt a Fehérváron élők különböző életközösségek, különböző lakóépület típusokban megpróbálunk eljutni, és ott bemutatni a lehetőséget annak, hogy lehet megelőzni a tüzet, mire kell figyelni, hogyan kerülhetők ezek a tűzesetek. Úgyhogy ezek a legfontosabb jellemzője a Fehérvári Tűzoltó Egyesületnek. Az évek során mekkora létszámra nőtte ki magát az Egyesület? Hányan vagytok, akik jelen pillanatban ugraszthatók? 34 tagot számlám. Itt azért jelentősen vannak benne már nyugdíjas tűzoltók, pártoló tagok, tehát ez nyilván egy adminisztratív adat. Azért aki aktívan részt vesz, az mindig egy olyan 12-15 fő, akiből pedig a tűzoltásokon, egyéb beavatkozásokon lehet számítani rájuk. Ebből az létszámból tudunk mindig válogatni. És hát természetesen ez egy olyan történet, hogy nyilván egy ilyen sok időn keresztül azért az emberek, mivel ezt önként végzik, szabadidő terhére, család mellett, munka mellett, uhatatlan azért egy kicsit ebbe belefáradnak az emberek, és mindig van, aki egy kicsit visszavonul, van, aki egy kicsit visszajön, újra elkezdi, és hát ezért nekünk folyamatosan kell azzal is foglalkoznunk, hogy egyfajta utánpótlással is foglalkozunk. Úgyhogy most nagy terveink az, hogy szeretnénk a fiatalabbakat megszólítani, az az elképzelésünk, hogy ha középiskola vége felé járó fiatal embereket szólítunk, akkor ők már úgy lesznek felnőttek, úgy lesz családjuk, úgy lesz munkák, hogy már ezzel a önkéntes tűzoltói életformával rendelkeznek, és egy kicsit lehet, hogy akkor talán erősebben is meg tudnak ebben maradni. Erről még beszélni fogunk, mert tervezem, hogy majd azért a műsorunk, illetve a beszélgetésünk végén megemlítjük azt, hogy milyen formában lehet csatlakozni, úgyhogy erre mindenképp térjünk vissza, de azért nézzük meg ezeket a kicsit szertágazóbban a tevékenységeket. Tehát mi van akkor, hogy ha baj van? Mondjuk, hogy néz ki egy ilyen riasztás, tényleg mennyi időn belül tudtok rendelkezésre állni, és még milyen más feladatok vannak? Alapvetően a önkéntes tűzoltó egyesületek működésre az jellemző, hogy az adott hivatásos tűzoltóparancsnoksággal ők együttműködési szerződést kötnek. Ez alapján mi az összes fehérvári tűzoltós parancsnokságra, mi működési területünkre érkező segélyhívásról értesítést kapunk SMS vagy e-mail formájában, okostelefonok világában ez már könnyen működik, és abban a pillanatban, hogyha ez megérkezik, akkor el tudjuk dönteni, hogy rendelkezünk-e megfelelő szabad kapacitással ahhoz, hogy ezekben a káresetekben részt tudjunk venni, és hogyha igen, akkor elindulunk a saját telephelyünkre, a saját tűzoltóautónkért, tehát mi vagyunk az első érkezők természetesen. Megint az más, hogy amit említettem, hogy van olyan is, hogyha hivatásos tűzoltóparancsnokság tűzoltóállami éppen máshol vidéken dolgozik, és amíg meg még érkezik egy másik hivatásos tűzoltóegység, addig tudunk mi is elsőként segíteni akár. Nem, nincsen olyan, hogy folyamatos készenlétben a saját laktanyánkban lennénk, hiszen, mint mondtam, ez önkéntesen működik, úgyhogy ilyenkor, amikor értesítést kapunk, akkor azon pillanatban tudjuk eldönteni, hogy mekkora mennyiségű szabad kapacitásra rendelkező emberünk van, aki tud ezzel részt venni. A rendezvénybiztosítások és egyéb tűzoltó munkák az nyilván egy előszervezést igényel, tudjuk ezeknek a rendezvényeknek, például a sportmérkőzéseknek az időpontját, tudjuk ezeknek a munkáknak az időpontját, illetve hát folyamatosan készülünk a tűzmegelőzési programokra, amit szintén előre kell terveznünk. Úgyhogy egy része az azonnal kíván döntést hozni és beavatkozásokat, a másik rész az pedig egy előkészítő munka után valósulhat meg. Ezek a városrészi bemutatók, illetve ugye már az előbb is említetted, hogy próbáltok eljutni sok helyre lakókhoz, ezek most hol tartanak? Azért volt egy idő, amikor sajnos akár a Covid gátat szabott. Igen, ugye ez pont akkor kezdődött el, a lakótelepi részeket szólítottuk meg, és Palotavárosba mentünk, ahol a legtöbb ugye panellakás van, és ahol a legtöbben élnek szinte a városban. Aztán pont jött a Covid, és hát ugye azért ezeket a rendezvényeket már nem nagyon lehetett megtartani. Ez egy jó együttműködés kezdődött, akkor pont Víz Attila közbiztonsági tanácsnok úrral közösen ezt a kezdeményezésünket nagyon felkarolta, és az önkormányzattal pont elkezdődött volna egy ilyen együttműködés, hogy az önkormányzat is hogy tud ebben részt venni, és hogyan segíti, illetve mi hogy segítjük az ő munkájukat ebben.
Aztán jött a Covid, hát természetesen az önkormányzatunk más feladatai voltak, és nekünk is más feladatunk, de most, hogy már újra lehet szervezni dolgokat, természetesen idén is szeretnénk ezt folytatni. Most nyilván a sűrűn lakott panellakások mellett szeretnénk eljutni majd a családi házas övezetekbe is, úgyhogy szervezzük ezeket a programokat. Beszéljünk egy kicsit a számokról, mert azért szoktál te jönni ugye más alkalmakkor is, nem csak az ünnep kapcsán, hanem amikor ugye tűzesetek fordulhatnak elő, leginkább ugye télen, de hogy most milyen számokról tudunk, most ugye jön a nyár, most mennyire gyakori egyébként azt, hogy vannak lakástüzek, gondolom, hogy sajnos mindig vannak, mert az olaj, ami ott felejtődött véletlenül a serpenyőben, az azért mindig minden évszakban van. Sajnos nincsenek jó híreim idén sem, ugye évvégi statisztikákról szoktunk mi közösen beszélgetni, de a katasztrófa már megosztott egy olyan statisztikát, ami az olvasható, idén az első három hónapban, az első negyedévben sajnos már több mint 2000 épülettűz történt Magyarországon, és ebben sajnos több mint 20 életüket vesztették, úgyhogy azt gondolom, hogy nem lehet eleget beszélni ilyenfajta módon a tűzmegelőzésről, hiszen ezeknek a tűzeknek mindig megvizsgálják a kiváltókait, és a legelső helyen áll az emberi tevékenység, vagyis a szakmai nyelven a nyíltlánk használat, amikor sütés, főzés, gyertya, öngyújtó, mécses, bármi, tehát mindig olyan valami, amikor az embernek a kezében van valahogy a tűz, ezek a legfontosabb kiváltó okok, úgyhogy kell ezért tennünk, és minél több emberhez el kell jutatni ezeket az információkat. Például ugye mi is beszéltünk már többször, hogy egy füstérzékelés életet menthet, hiszen statisztikák is mutatják azt, hogy azokban a lakásokban, ahol a füstérzékelő működik, azok a füstérzékelők már a igazi lángalégés előtt képesek jelezni a éghetőanyagból kiváló gőzöket, gázokat a tűzfejlődés során is már tudnak jelezni. Arra is tudok nagyon jó példát mondani, hogy Fehérváron volt jó néhány évvel ezelőtt szintén egy panel társasházban, hogy egy idős embernek a lakásában jelezett a füstjelző. A szomszédok hallották meg a panel lakásban ezt a visító hangot, és ők hívták a tűzoltókat. Így aztán sikerült megmenekülni az idős személynek, aki egyébként hál' Isten csak füstmérgezéssel megúszta a dolgot, hiszen a étel tűz volt tulajdonképpen. De hogyha nincsen tűzjelző, füstjelző, akkor ki tudja, hogy mikor észlelik ezt a problémát. Úgyhogy tényleg ez a pár ezer forintos füstérzékelő életet mentett, úgyhogy nekünk célunk, kihirdetésünk és feladatunk is, hogy minél több ember számára eljuttassuk ezeket az információkat, és hát, mint ahogy említettem, a statisztikák azt mutatják, hogy sajnos van is ebben még bőven dolgunk. És akkor ez azt jelenti, hogy nektek megvan is szükség segítségre, további segítségre. Hogy lehet hozzátok csatlakozni, milyen képesítéssel kell rendelkezni, vagy ti hogy tudjátok segíteni azokat az embereket, akik úgy gondolják, hogy önkéntesnek állnak? Egyesületi jogi formában működünk, úgyhogy egy tagságjogviszony létesítésével lehet hozzánk csatlakozni, itt említettünk a különböző feladatainkat. Hogyha valakit kifejezetten a tűzoltás és a tűzoltó munkában való részvétel érdekel, ahhoz 18 éves betöltött életkornak meg kell lennie, egy általános munkaegészségügyi vizsgálaton át kell esni, semmi extra dolgra nem kell gondolni, mint bárkinek egészségesen tud munkát végezni. Akkor lehet tűzoltó autóra ülni és jönni velünk, úgymond tüzet oltani, hogyha elvégeztek egy úgynevezett tűzoltó alaptanfolyamat, ezt mi 40 órás tanfolyamnak említjük csak egymás között, ez azt jelenti, hogy 3-4 hétvégén keresztül tart ez a tanfolyam, és a végén egy vizsga van. Ezt a katasztrófavédelmi igazgatóság szokták szervezni, amikor a tűzoltó egyesületekben van kellő létszámú jelentkező, és akkor közösen tartják neki ezeket a képzéseket. Ez egy alaptanfolyam, ezzel már el lehet kezdeni ezt a munkát, és aztán később erre ráépülne, vannak különböző tűzoltó technikai tanfolyamok, mint például a szivattyúkezelői tanfolyam, a klasszikus feszítővágó berendezés tanfolyam, amit ugye baleseteknél be szoktuk az autóroncsokat vágni, látszfűrészes tanfolyam, tehát a különböző tűzoltó technikákat is lehet sajátítani, és jogosultságot lehet szerezni ennek használatára. Úgyhogy igazából nincs olyan nagy elérhetetlen akadály annak, hogy valaki, hogyha késztetés érez magába, és szándékot abba, hogy szívesen segít ilyen helyzetben másokon, és érdekli ez a tűzoltói létforma, akkor igazából megtalálhatók vagyunk a közösségi médiában, megtalálhatók vagyunk az ott feltüntetett elérhetőségeinken, és folyamatosan várjuk így mondva a jelentkezőket, és hogyha van elég jelentkező, akkor természetesen a tanfolyam indításáról tudunk gondoskodni. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és meséltél, és hát fogunk mi még találkozni, a munkátokhoz pedig további sok-sok kitartást kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ez volt már az Együtt magazin, köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.